Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket jótékonysági egyházzenei hangversenyünkben. Köszönöm a türelmüket is, hogy egy picit vártunk, majd mindjárt megtudják, hogy meg kellett egy icipici türelemmel lenni, de szeretettel szeretném köszönteni először Panca Andrást és családját, Bondorné, Szalai Mónikát és családját, rájuk vártunk, mert az egyik támogató családunk még nem érkezett meg, és nagyon bízunk abban, hogy talán ők is ideérnek. És Fias Karolina, Ida és Ferenc Lászlót gyermekeivel együtt, akiknek támogatására koncertünk szervezői idén is őszinte örömmel vállalkoztak. Róluk majd pár szót egy kicsit később fognak hallani. Köszöntöm rendezvényünk fővédnökeit, Kasszáné Nagy Zsófiát, a Siok Gyermekjóléti Szolgálatának tagintézmény vezetőjét, Dr. Gábor Márta, gyermekorvos, Kolló Péter bibliaoktató történész előadónkat. Programunk elején szeretném megköszönni a Kodolányi János Főiskolának, hogy hangversenyünk idején is igen kedvezményesen lehetőséget adtak, otthon teremtettek erre. Magam részéről szeretnék bemutatkozni, Holló Márta vagyok, szerkesztő, műsorvezető, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, mert azt gondolom, hogy példaértékű ez a civil kezdeményezés, és Önökkel együtt azt gondolom, hogy egy rendkívül szép estének lehetünk részesei. A program főszervezői több év óta azon családok segítésére szerveznek jótékonysági estet, akik nehéz anyagi körülmények között, vagy éppen súlyos betegségek ellenére maguk is mindent megtesznek a boldogulásukért. A családokat idén is ajánlás és többszöri látogatás alapján választottuk ki. A hangverseny végén pedig fővédnökeink minden befolyó támogatást a családok rendelkezésére bocsájtanak. Ezért vannak itt a családok, ezért örülünk külön annak, hogy eljöttek hozzánk, és egy kis örömet, egy kis szeretetet kaphatnak tőlünk közösen.
Thank you.
Másodjára játszom, de azért először fogok róla szólni, mert időben előbb keletkezett. Az egy különleges három személyiség, három nagy embernek a találkozásából született. Az első személyt nem nagyon ismerjük, egy 18. század derekán élt német költőről, íróról van szó, Christian Fruchtegott Gellert az író. Ő abban az időben rendkívül népszerű volt, főleg gyerekek körében ilyen leegyszerűsített, nagyon könnyen emészthető bibliai történeteket, bibliai meséket írt, és rengeteg olyan tárgyú, vagy olyan témájú költeménye is van, ami az Istennel, Istenhez fűződő kapcsolatról szól, illetve úgynevezett istenes versek. Tulajdonképpen mi zenészek el is felejtettük volna Gellert, illetve nem került volna be a zenetörténetbe, hogyha körülbelül 50 évvel később
egy olyan zeneszerző, akit azért nem úgy tartunk számon a zenetörténetben, hogy a legistenesebb zeneszerzők egyike. Ugyan vannak művei, amelyek kimondottan az Úrhoz szólnak, de ő maga már egy olyan kornak a szülöttje, ahol azért az én, az egyén, az egónak a jelenlét a művészetben szintén már fontos. Ez a bizonyos zeneszerző Ludwig van Beethoven. És hogy azért lássuk, hogy ezeknek a zeneszerzőknek az a lelke mélyén mi lehet, Beethoven 6 darab verset Gellert költeményeiből kiválasztott magának, és megzenésítette. Azaz ének hangra és zongorára írta. Igen ám, de ez még mindig kevés lenne ahhoz, hogy ezt előadja, mivel nem tudok egyszerre énekelni is, meg zongorázni is. Ehhez kellett egy másik nagyon nagy zeneszerző, aki kb. Szintén 50 évvel később ezt a bizonyos dalt átírt a zongorára. Ez a nagy zeneszerző nem más, mint Liszt Ferenc, őt jól ismerik, aki viszont szintén azért, mert úgy érezte, hogy Beethoven fele van mit lerónia, hiszen a zenetörténet egy csókkal fémzezi azt a találkozást, amikor a fiatal Liszt Ferencet elvitte édesapja és tanára Beethovenhez, és Beethoven miután látta a gyerek tehetségét, állítólag homlokon csókolta, és Liszt pedig ezt a csókkal úgy érzi, hogy ez volt az, ami megpecsételte, hogy ő zenész legyen. És tudjuk azért Liszt élete második felében az egyházzal nagyon szoros kapcsolatot alkotott, illetve maga is belépett a papi rendbe. Az a dal, amit most elénekelnék, illetve hát zongorán elénekelnék, annak az a címe, hogy Bűnbánati dal, és engedjék meg, hogy egy teljesen szabad nyers fordításban hagy olvassam föl, mert szerintem nagyon szép. És talán jobban is érthető lesz a zene. Mielőtt azonban ezt felolvasnám, mert utána már zongorázni szeretnék, a másik szerzőről is szeretnék néhány mondatot mondani, amelyik az első darab lesz, Mendelssohnról van szó, akire talán a legjobban úgy tudnám jellemezni, hogy ő volt az, aki a legistenesebb zeneszerző kultuszát újra élesztette. Nevezetesen ő volt az, aki Johann Sebastian Bach elfeledett műveit kibányászta egy olyan korban, amikor nem volt divat régebbi korok szerzőit játszani. És azt is tudni kell, hogy a saját költségeire, a saját nehézségeire ezt a bizonyos Máté Passiót bemutatta, sőt, mi több, ő volt az első, aki egy orgona koncert sorozat bevételéből a legelső, tehát Bach halála után több mint 100 évvel a legelső szobrot, illetve emlékművet felállítatta. Ennek a szerzőnek a műve pedig egy duett lesz, egy zongoraciklusból, és ez az én belemagyarázásom, és önökre bízom, hogy hogy hallgatják ezt a darabot, de valami párbeszéd Isten és egy ember között, aki Istenhez fogászkodna, én ezt így gondolnám. Úgyhogy a vers az pedig így hallatszik. Te ellened vétkeztem egyedül, és gyakran tettem rosszat előtted. Te látod a bűnt, ami átkozhoz rám, lásd meg hát, Istenem, a gyötrelmemet is. Előtted nincs rejtve a könyörgésem és sóhajom, és látod a könnyeimet is. Ó Isten, én Istenem, meddig kell még gyötrődnöm? Milyen soká fordulsz még el tőlem? Uram, ne a bűneim szerint ítélj meg, ne a vétkem alapján rendelkezz velem, hiszen téged kereslek, hadd lejjek rád, te a türelem és kitartás Istene. Hamar, tölts el kegyelmeddel, Istenem irgalom atya, örvendeztess a neved javára, te vagy az én jól tevő Istenem. Engedd, hogy újra örömmel járhassam az utad, és taníts meg a szent törvényre, hogy nap mint nap a te tetszésed szerint cselekedjek. Te vagy az Istenem, én a te szolgád. Uram, védelmezőm, siess hozzám, és terelj engem az egyenes útra. Az Úr hallja a jajszavamat, hallja a könyörgésemet, és magához fogadja a lelkemet.
este azért jött létre, hogy olyan családokon segíthessenek önök, segíthessünk együtt, akiknek az élethelyzete mondjuk úgy nehezebb, olyan helyzetbe kerültek, amiből önerőből egy picit nehezebben tudnak kibászni, és éppen ezért szükség van az összefogásra. Ismerjék meg az első támogatandó családtagjait, akiket megkérem, hogy egy pillanatra álljanak fel, Karolina és László és a két kisfiú, akik itt vannak velünk, úgyhogy róluk van szó, bemutatkoznak, aztán vissza is ülhetnek nyugodtan a helyükre, természetesen, hiszen értük róluk is szól ez a mai este. Annyit szeretnénk róluk elmondani, hogy megoldandó feladatot hozott az élet számukra. László dolgozik ugyan, de Karolina a gyerekek, illetve a nagyobbik kisfiú betegsége miatt nem tud kereskedelmi végzettségével elhelyezkedni. A nagyobbik kisfiú Milán, 5 éves, akivel nagyon sokat, aki itt van velünk, de nagyon sokat kell neki a Hánypál gyerekkórházba mennie. Sajnos értelmi fejlődésében közepesen elmaradott, és az agyában egy cisztát találtak. Nehezen viseli az óvodába való beilleszkedést, a beszoktatást, de nagyon sok segítséget kapnak az óvónőktől, és nagyon hálásak a szülők azért is, hogy a kisebbik kisfiú Marcel viszont egészséges, és Milán is nagyon élvezi ezt a mai koncertet, az ő hangját hallják éppenséggel, úgyhogy ha ezentúl megszól, akkor tudják, hogy róla van szó, de hát az egyik ünnepelt, és azt gondolom, hogy neki ez a jog kijár, hogy ő itt nyugodtan, ha úgy van kedve, kommentálja az eseményeket. De haladjunk tovább, a következő percekben Egon Zandelin az Én csillagom című darabját hallhatjuk. Énekel majd Kis Estilla, és Németh Gábor kíséri őt. Oh,
amíg megérkeznek a művész urak, addig elmondom, hogy a családok kiválasztásánál, ahogy említettem, nagyon fontos szempont volt, hogy önmaguk is mindent megtegyenek a boldogulásukért. A előbb bemutatott László és Karolina is szintén mindent megtesznek, fizetik rendesen a lakáshitel törlesztésüket, és a közüzemi tartozásuk növekszik csupán, de azért gondoljuk, hogy ez fontos elmondani, hogy olyan családokat szeretnénk támogatni, akik rendszeresen mindent megtesznek azért, hogy az életük jobbra forduljon. A második támogatandó családunkat. Dia és András 4 gyermeket nevelnek, itt vannak valamennyien, legyenek kedvesek felállni, egy nagy taps jár nekik. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz beszélni ezekről a sorsokról, anélkül, hogy meghatódnánk és elérzékenyülnénk, azt gondolom. Próbálom én is úgy felfogni, hogy egy olyan helyzetet mesélek el önöknek, ami egy megoldandó feladat az ő életükben is. Az édesapa tavasszal munkahelyi balesetben súlyos égési sérülés szenvedett, több hónapig tartott a felépülése. A nyáron a munkáját is elveszítette, és ezzel együtt szolgálati lakásukból is ki kellett költözni. Ekkor a ferences, szegény gondozó nővérek és alapítványunk segítségével határozott idejű albérletet találtunk számukra. Az albérletet és a rezsiköltségüket rendszeresen fizetik, de komoly kihívást jelent két nagyobbik beteg fiúk megfelelő ellátása. Mi 4 gyönyörű kisfiút látunk itt, és ez az emlék maradjon meg önökben róluk. De azért elmondom, hogy Márk értelmileg sérült, értelmi fejlődése lassú ütemű, életkorához képest 3-4 évvel van elmaradva. Milán 5 éves korában derült ki, hogy enyhén értelmi fogyatékos, őt szintén lassú szellemi fejlődés jellemzi. De mozgékonyak, figyelmük nehezen leköthető, és azért mondtam, hogy de ez jóként is felfogható, hiszen életvidám, gyönyörű gyerekeket láthatunk, és van 2 még gyönyörűbb testvérük, a 2 kisebbi kisfiúk. Ők hál' Istennek egészségesek, a napraforgó óvodába járnak, és egy gyönyörű családot láthatunk, értük is szól ez a mai este. Thank you.
Kedves jelenlévők, kedves nézők, kedves hallgatók, valóban érdemes erről a címről gondolkodni, mert a cím az azt gondolom, hogy meglehetősen talányos. Tehát ugye talán emlékszünk erre az egy szóra, ami a meghívón, illetve a jegyen szerepelt, a támogatói jegyen, ez nem más, mint a hajnalcsillag. Mit is jelent ez a kifejezés, ez a bizonyos hajnalcsillag, és egyáltalán honnan származik? Utána néztem a Szentírásban, hivatásomnál is fogva, és azt találtam, hogy meglehetősen ritkán kerül elő ez a jelző, vagy ez a név, hogy hajnalcsillag, de azt láttam, hogy az első könyvektől kezdve az utolsóig mintegy átíveli a Bibliát. Tehát egy olyan jelképről van itt szó, egy olyan különleges kifejezésről, ami már nagyon korán megjelenik. Azt lehet mondani, hogy az időszámításunk előtti 2000-es évben már körülbelül Jób könyvében, aztán Mózes is behozza ezt a jelképet, Mózes 4. könyvében találhatjuk, majd mindjárt szeretnék is erről bővebben szólni, és a Biblia utolsó könyve azonosítja ezt be, hogy mi is pontosan ez a hajnalcsillag. Jelenések könyve 22. fejezetében olvashatunk erről, de erről majd egy picit később. Szóval ez egy nagyon ősi jelkép, és azt látjuk itt, hogy Mózes 4. könyvében, a 24. fejezetben egy olyan történetben kerül elő, amiről egész biztos, hogy valamennyit már hallottunk, legalábbis közmondás szinten. Mert a Bálám-Szamara elnevezést bizonyára többen ismerjük, ugye áll, mint Bálám-Szamara, na hát ebben kerül elő ez a hajnalcsillag, a Szamártól egy kicsit távol eső összefüggésben. Nem is fejteném ki, hogy hogyan kapcsolódik most a Szamár ehhez a történethez, ez most messzire vinne bennünket. Minden esetre azt látjuk, hogy Bálám, ez a mezopotámiai próféta, aki, ahogy jeleztem is, az időszámításunk előtti 1500-as, 1400-as években élt, egy nagyon érdekes jövendőlés mondott el a következőképpen, tehát abban az időben. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ez tehát ez a jövendőlés, és azt gondolom, hogy meglehetősen talányosnak hat. Tehát mi is ez a bizonyos csillag meg királyi pálca. Ami eligazít bennünket, vagy eligazíthat, az az, hogy ugye maga Bálám mondja, ez a bizonyos próféta, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Tehát érzékelteti, hogy jövendőlést fog mondani, de érzékelteti azt is, hogy ez egy messze időkre szóló jövendőlés. Tehát nem abban az időben kell keresni a megvalósulását, a beteljesedését, hanem sokkal inkább majd sok-sok évszázaddal később. És ez így is történt. Annyiban kapcsolódik ez a bizonyos jelkép a mostani hangversenyünkhöz, jótékonysági hangversenyünkhöz, hogy ez a jelkép, ez a jövendőlés, ez Jézus születésénél teljesedik be. És ez a történet már bizonyára többek számára ismerős, míg Bálám története talán egy picit kevésbé, tehát Mózes 4. könyve 24. fejezetében, de azt láthatjuk, hogy itt Jézus születésénél, amikor a napkeleti bölcsek elindulnak, akkor ők szintén egy bizonyos csillagot követnek. Így olvasom ezt Máté evangéliumában, a 2. fejezet 2. versében. A bölcsek jönnek Jeruzsálembe, és ezt a kérdést teszik föl. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Nagyon érdekes gondolat ez, és érdekes igevers, miért? Azért, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy a két kijelentés között tulajdonképpen egy ilyen híd húzódik, de a híd közben nem látunk semmiféle olyan eligazodási pontot, ami ezeket a bölcseket segítettek volna. Vagyis a bölcsek számára ez volt az egyetlen egy támpont, hogy megkeressék ezt a bizonyos zsidó királyt, ugye a zsidó királyát. És ugye azt mondja, hogy eljöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Ennek az igének a beteljesedése, tehát ennek a jövendőlésnek, amit Mózes könyveiben olvashatunk, ami Bálám szájából származik, a beteljesedése, tehát ekkor történik meg. És ahogy jeleztem is, körülbelül 1400-1500 év választja el a kettőt egymástól. Döbbenetes távolság. És még egyszer mondom, az is döbbenetes, hogy itt egy olyan csapatról van szó a napkeleti bölcsek esetében, csak zárójelben jegyzem meg, egyébként nem tudjuk, hogy hányan voltak, tehát ez a bizonyos hármas szám, ami fönnmaradt, hogy ugye három királyok, Gáspár, Menyhér, Boldizsár, ahogyan talán többen ismerjük, szóval ennek bibliai megalapozása nincsen. De lényeg az, hogy ez a csapat, ez elindul napkeletről, valahonnan Mezopotámia környékéről, ugye több mint 1000 kilométer választja el Mezopotámiát Jeruzsálemtől, ahová megérkeznek, és valami egészen különleges dolog ez, hogy voltaképp egy dolgot követnek,
és ez pedig nem más, mint egy csillag, ami fölöttük van. Érdekes az, hogy ezek az emberek, ezek a bölcsek, ezek komolyan vették ezt a bizonyos csillagot. Érdeklődnek Jeruzsálemben, ugye fölteszik ezt a kérdést, hogy hol van a zsidók királya, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát, és aztán, miután útba igazítják őket, azután el is mennek Betlehembe, ami egyébként nem messze feküdt Jeruzsálemtől. Egy kis falucska volt, és itt született meg a megváltó, meglehetősen szerény körülmények között, tehát az a messiás, aki egyébként a kereszténység alapítójának tekinthető. Annyit jegyez még fel itt a bibliai följegyzés a Máté evangéliumában, hogy amikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. Tehát gondoljunk csak bele, nem akármiről van szó. Ezek a napkeleti bölcsek figyelték, hogy mi van az égen, figyelték, hogy mi van fölöttük, figyelték azt, hogy ez a jövendőlés, ami több száz, majdnem másfél ezer évvel ezelőtt hangzott el, ez mikor teljesedik be. És miután ezt a csillagot meglátták, miután ez a csillag elindult, ők engedelmeskedtek ennek, és azt mondták, hogy igen, ez bizonyára valamiféle vezetés, érdemes követni ezt a csillagot. Azon gondolkodtam csak el, hogy igazából, ha tovább feszegetjük ezt a kérdést, hogy mégiscsak hogyan tudtak a bölcsek eljutni Betlehembe vagy Jeruzsálembe ilyen nagy távolságról, azért itt egy picit mélyebbre is áshatunk, mert gondoljunk csak bele, valaki megpillant egy csillagot, és aztán a csillag elindul. Nyilvánvaló módon csodáról van szó, és a bölcsek ezt követik. Döbbenetes dolog, hogyha ebbe belegondolunk, mert a bölcseknek fogalmuk sem volt arról, hogy hová mennek. Ők csak annyit tettek, hogy a csillagot követték. Mi kellett ehhez? Egyrészt ugye az, hogy föltekintsenek. De ez a föltekintés azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos pont az ember életében, a bölcsek életében is az volt, de a mi életünkben is az lehet. Föltekintés. Miért mondom ezt, hogy fontos dolog? Azért, mert általában, amikor az életünkkel számot vetünk, amikor az életünkkel számolunk, vagy egyáltalán, amikor mondjuk valamiféle haladásról van szó, hogy igyekszünk menni valahová, valami úti cél felé igyekszünk, ugye nem úgy vagyunk, mint a napkeleti bölcsek, hogy ne lenne valami fix pont, tehát általában biztosan tudjuk, hogy hova igyekszünk menni. Szóval, amikor ezt megtesszük, akkor általában 4 égtájjal számolunk. Nem többel. De ez nem meglepetés. Északkal, déllel, kelettel és nyugattal. És egyszer hallottam ezt a kifejezést, hogy igazából egy olyan ember számára, aki hajlandó föltekinteni az égre, annak nem 4 égtáj van, hanem 5. És ez az 5., ez a bizonyos fölfele tekintés. Ha ez a 4, illetve ha ezek a bölcsek csak ezt a 4 égtájat veszik figyelembe, mi van előttem, mögöttem, tőlem balra és tőlem jobbra, akkor ők soha nem indulnak el Mezopotámiából, soha nem indulnak el a csillag után. De ezek az emberek föltekintettek, és azt mondták, hogy igen, érdemes követni ezt a bizonyos csillagot, a hajnal csillagot. Adódik a kérdés, hogy fölöttünk van ilyen csillag, vagy pedig nincs? Érdemes ezt a kérdést végig gondolni, mert azt gondolom, hogy ez az életünk egyik kulcskérdése lehet. Van ilyen csillag fölöttünk, vagy nincs? Mert látszólag nincs. Van egy olyan vers, ami ezzel foglalkozik, ez nem más, mint Szabó Magdának a Karácsony című verse. Ez a vers, amit nem sokára majd fogunk hallani, egy életképből indul ki. Egy olyan életképből, ami azt lehet mondani, hogy teljesen hétköznapi. Egy igazi decemberi életkép, na nem igazán ehhez a naphoz illik, hiszen hóesést ábrázol, hóesést mutat be ez a vers. De lényeg az, hogy egy olyan életkép, ami teljesen természetes. Szinte szándékoltan annyira egyszerű kifejezéseket használ ez a Kossuth-díjas magyar költőnő, írónő, hogy szinte zavarba jövünk, hogy mi is ez a vers tulajdonképpen. Majd nem sokára fogjuk hallani. Én is, amikor először elolvastam, akkor nem is nagyon tudtam vele mit kezdeni. Egyszerű életkép, és elmondja azt, hogy igen, esik a hó, mindenki készülődik az ünnepre, ott vannak az ünnep kellékei, ott vannak a szarvasok is, ott van a pihepó, a hótakaró, a december, surrognak ugye az emberek léptei az utcán. Tehát egy nagyon különleges hangulatot áraszt a vers, de hát most ezért miért kell verset írni, azt mondhatná az ember, hát tucat vers, van ilyen még sok néhány, jó néhány.
Nagyon egyszerűnek, már-már sekélyesnek tűnik ez a vers, és erre a költő a jelzőkkel is rájátszik. Azt mondja, hogy ártatlan együgyű hó, meg a szarvasok bámulnak. Ilyen igét is használ. De aztán a vers végén elhangzik két kérdés. És igazából ezt a verset én ezért hoztam be, és ezért szeretném, hogyha ezt majd meghallgatnánk, mert a két kérdés azt a következőképpen mondja el a költő. Honnan jössz? Kérdezem a hótól. Te hova mégy? A hó ezt kérdezi. Rám néz, én meg rá. Hallgatok. Mit feleljek neki? És így zárul a vers. Nagyon érdekes kérdések ezek. Honnan jössz? Ugye ez az első kérdés. Álkérdésnek tűnik egyébként, de nem az. Miért mondom azt, hogy álkérdés? Mert hogy lehet ilyen banális, egyszerű kérdést föltenni a hónak, hogy honnan jön? Hát mindenki tudja, hogy honnan jön, nem? Hát a hó az égből esik. Teljesen nyilvánvaló. Mi különleges van ebbe? Mi olyan van ebbe, amiért, hogy megint ezt a kifejezést használjam, amiért érdemes ezt a verset, érdemes volt ezt a verset megírni? Hát ebben az van benne, hogyha mindenki tudja, hogy honnan jön a hó, na de vajon szoktunk-e ezen gondolkodni? Szoktunk-e azon gondolkodni, hogy mi van fölöttünk? Vagy tényleg csak ezzel a bizonyos négy égtájjal vagyunk elfoglalva? És ha már december, ha már karácsony, akkor csak azzal vagyunk elfoglalva, hogy készülünk az ünnepre? Sürgődés, forgolódás, ajándékok, ünnepi menü, hova menjünk karácsony első napján, második napján, és hogyan töltsük a két ünnep közötti időszakot. Ezek azt hiszem, hogy meglehetősen ismerős kérdések mindannyiunk számára. Mi is, az én családom is sokat foglalkozik ezzel, teljesen nyilvánvaló. De ez a négy égtájas gondolkodás. Az ötödik égtáj viszont fölfelé irányítja a tekintetünket. Mert hogyha a hó esik, akkor ez valakinek köszönhető? Valaminek köszönhető? Lehet, hogy nem véletlen az, ami történik a világunkban? Lehet, hogy az, ami fölöttünk van, vagy az, aki fölöttünk van, az megszólítható? Honnan jöttünk? Egyáltalán az ember honnan jött? És egyáltalán miért van ilyen különleges rendje az időszakoknak, az évszakoknak, hogy tavasz, nyár, ősz és tél? Miért ez a szisztematikusan szinte fölépített rend? És egyáltalán, hogyha az ember belegondol abba, hogy kicsoda is ő, meg micsoda is az élet, akkor azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek, hogy honnan jössz, ennek nagyon-nagyon mély tartalma van, nagyon-nagyon mély tartalma lehet mindannyiunk számára. És ami még döbbenetesebb a versben, és szinte már-már érthetetlenné teszi a verset, az, hogy erre elhangzik egy viszont kérdés. Te hová mész? Tehát ugye a költő, aki egyes szám első szemében mondja, hogy honnan jössz, kérdezem a hótól, döbbenetes módon, ahelyett, hogy választ kapna erre a kérdésére, egy viszont kérdést kap. Te hova mész? Mi ennek a kérdésnek az üzenete? Ugye az elsőből következik a második, az első kérdésből a második. Hogyha van fölöttünk valaki, hogyha ez a valaki tud válaszolni a kérdésünkre, akár úgy, hogy viszont kérdez, akkor azt gondolom, nagyon jogos a kérdés, hogyha föltesszük önmagunknak is ezt a kérdést, hogy tényleg hová tartunk? Mi a mi úti célunk? Lelki értelemben persze, tehát egy picit kinagyítva az életünket. Mert rendben van, elképzelhető, hogy tudjuk, hogy ma mit fogunk csinálni, meg holnap mit fogunk csinálni. Az is lehet, hogy tudjuk, hogy holnap után mit teszünk. De ezek az élek hétköznapi dolgai, de mi van följebb? Egy réteggel följebb? Hogyha ez a valaki válaszol, akkor mindenféleképpen érdemes lenne rá esetleg többet figyelnünk. És a vers nagyszerűségét abban látom, hogy a kérdésekkel Szabó Magda, a költő, nyitva hagyja a verset. Nem válaszol rá. Nem válaszol ezekre a kérdésekre, és ugye egy harmadik kérdéssel fejezi be, mit feleljek neki? Ezek tehát azok a kérdések, amelyek azt gondolom, hogy mindenféleképpen választ igényelhetnek a mi életünkben is. De hallgassuk meg most ezt a verset. Egy megállapítás szerint egyébként a magyar költők általában nem tudják jól befejezni a verseiket, és ebben egyébként sok igazság van. Sok nagyszerű gondolat van a magyar költészetben, de valahogy a vége sokszor olyan lecsapott a verseknek. De Szabó Magda verse, mintha ebből az adósságból törlesszene, ez pont a végére emelkedik föl. Szabó Magda, karácsony.
Oldják iszákjukat a csendesülő, alacsony fellegek, omlik az ártatlan, együgyű hó a háztetők felett. A füst elkapja derekát, együtt forognak. Úgy imbolyodik a világ, ahogy ők imbolyodnak. Húzzák már komoly szarvasok az ünnepet, szájuk körül az esti pára, s az eltűnt gyermekkor lebeg. Omlik a hó, ömlik a hó, nem nézi, hova hull, csak bámulnak a szarvasok, szarvukon gyertya gyúl. Ömlik a hó, omlik a hó, leng, surrog és kering, eltemeti a surranó december lépteit. Mesztelen, ezüst lábnyoma nem villan már sehol. A szarvas békén lépeget, bizakodik, dalol. Honnan jössz? Kérdezem a hótól. Te hova mégy? A hó ezt kérdezi. Rám néz, én meg rá. Hallgatok. Mit feleljek neki? Szóval, kedves hallgatók, hatalmas dolog, hogyha valaki jó kérdéseket tud föltenni. Itt hallottunk egy ilyen jó kérdést, de még hatalmasabb dolog, hogyha valaki a viszont kérdést meghallja. Hogyha annak, akinek föltette ezt a bizonyos kérdést, válaszol ez az illető, akit megszólított, talán nem is tudva azt, hogy kit szólított meg, és a viszont kérdezést az ember meghallja. De azt gondolom, hogy egy olyan kérdésre, ami korábban elhangzott, arra a kérdésre még nem válaszoltam, és erre mindenféleképpen érdemes választ kerestünk. Mert rendben van, hogy van egy ilyen címünk, hogy Hajnalcsillag. És rendben van az is, hogy ez a bizonyos napkeleti bölcsek társasága ezt a bizonyos hajnalcsillagot követte, és így jutottak el a megváltóhoz, a messiáshoz. Na de fölöttünk van ilyen csillag, vagy nincs? Mert rendben van, hogy ég van, rendben van, hogy az ember föltekint, hogy onnan fölülről esik valami, esik a hó, vagy bármi, ami úgy elgondolkodtathatja az ember. Na de ilyen csillag, ami mindenféleképpen vezeti az embert, mert ugye ezeket a bölcseket vezette, ilyen most akkor van, vagy nincs, belekapaszkodhatunk mi valamibe, vagy pedig nem? Nagyon jogos kérdés ez, azt gondolom, de ezért érdemes tovább olvasni a Bibliát, és megnézni azt, hogy a hajnalcsillag kifejezés az hol kerül még elő. Péter apostol második leveléből szeretnék idézni az első fejezet 19. verséből, a következőképpen olvasom az igét. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Na, itt a hajnalcsillag. 5 vagy 6 előfordulása van mindössze a Bibliában. És itt van egy olyan előfordulás, ami nem kifejezetten felülre irányítja a mi tekintetünket, felülre is, hanem belülre. Az ember szívébe, az ember szívének a belsejébe, és ugye azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd. Péter apostol nem véletlenül fogalmaz így. Hiszen amikor ő a levelét megírja, akkor már sok-sok évszázad tapasztalata és sok-sok bibliai könyv már mögötte van. Ezekhez a könyvekhez az ember bízvást fordulhat, és Péter apostol mint egy összegzi, hogy igen, ez igen biztos prófétai beszéd. Ne felejtsük el, jövendőlés teljesedik be. Egy olyan jövendőlés, ami ugye Bálám esetében, Bálám prófétától származott ez, egy olyan jövendőlés, ami sok-sok évszázaddal azelőtt hangzik el. És a messiásról egyébként nem ez az egyetlen jövendőlés, számos ilyen jövendőlést olvashatunk. Azt mondja, ha ez így van, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, akkor jól teszitek, hogyha erre figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre vagy lámpásra, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Vagyis ez a hajnalcsillag, ez egyrészt fönt van, fönt lehet, az ember föltekintet, megláthatja, de másrészt Istennek az a szándéka, hogy ez a hajnalcsillag, ez mindannyiunk szívében fölkeljen. Minek a segítségével, vagy mi által? Azt gondolom, hogy egyértelmű az összefüggés, hogyha meglátjuk itt ezt az igét Péter apostolnál, hát a prófétai beszéd által. Tehát nincs nehezebb dolgunk annál, mint hogy az ember csak kezébe vegye a Bibliát, elkezdje olvasni, és azt mondja, hogy igen, ez prófétai beszéd, hiszen jövendőléseket találhatok benne,
És hogyha ezek a jövendőlések igazak, és egyébként leellenőrizhetők, akkor könnyen elképzelhető, hogy a nappal és a hajnalcsillag az én szívemben is föl fog virradni. Csak ki kell várni ezt a pillanatot. El van rejtve itt egy szócska, ugye azt mondja, hogy jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Vagyis viszonyulhatok felületesen is az igéhez, viszonyulhatok felületesen is a Bibliához, de hogyha kivárom azt, hogy ez a világosság, ez a hajnalcsillag megszülethessen, felragyoghasson az én életemben is, hát akkor ennek lesz eredménye. És ez egy óriási dolog. Tehát ez világíthat az ember életében, hogyha élünk vele. Nagyon egyszerű kérdést hadd tegyek föl, szintén a bölcsekre visszakanyarodva. Mi kellett ahhoz, hogy ők eljussanak Jeruzsálembe és eljussanak Betlehembe? Nagyon egyszerű dolog. Föltekintettek, és amit láttak, annak engedelmeskedtek. És ez volt számukra a világosság. A mi életünkben ez ugyanígy működik. Föltekintünk, az igét kézbe vesszük, és amikor meglátjuk a világosságot, akkor azt mondjuk, hogy igen, ezt érdemes követni. De ezt mindenki maga dönti el. Mindenkinek a szabadságában áll ezt megtennie, hogy ezzel a könyvvel foglalkozik-e, avagy inkább azt mondja, hogy inkább nem érdemes, és félreteszem ezt a könyvet. De a jövendőlések miatt, a beteljesedett jövendőlések miatt, amelyek Jézus születésénél is beteljesedtek, meg aztán az életében, meg a kereszthalálánál is, szóval ezek miatt is érdemes ezzel a könyvvel foglalkozni. És azzal az igével zárnám az áttekintésünket a hajnalcsillagról, amit már utalás szintjén említettem is, ez a Biblia utolsó könyvében található Jelenések könyvében. Mert egészen pontosan még nem azonosítottuk be a hajnalcsillag jelképét, noha egyértelmű, azt gondolom, hogy miről van szó, de maga Jézus Krisztus helyezi a pecsétet erre a szócskára a következőképpen. És ugye ő maga mondja ezeket a szavakat Jelenések könyvében, hiszen ő Jelenések könyvének a szerzője. A 22. fejezet 16. versét a következőképpen olvasom. Én vagyok Dávidnak, ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Két jövendőlésre utal itt, egyrészt Dávidnak gyökereire és ágára, Ézsaiás könyvéből, ebben most nem is mennék bele részletesebben, és másodjára pedig azt mondja, hogy igen, én vagyok ez a bizonyos fényes és hajnali csillag. Akkor tehát, amikor ezzel a bizonyos hajnali csillag jelképpel találkozunk, akkor jusson ez eszünkbe. Ez nem más, mint Krisztus. És Krisztusra érdemes úgy tekinteni, azt gondolom, az életünkben, mint egy lehetőségre. Lehetőség olyan értelemben, hogyha valaki szeretne, akkor föltekinthet rá. Hogyha valaki kíváncsi rá, akkor ő kész felkelni 2 Péter 1.19 alapján az ember szívében. Kész világosságot adni, kész utat mutatni, és az ember része csak az, hogy igen, föltekintsen, és azt mondja, hogy ezt az utat érdemes követni. De ez rajtunk múlik. Kedves hallgatók, kedves nézőink, én ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok boldog karácsonyt mindenkinek. És mielőtt az utolsó két mű is felcsendül ma, kérem ismerjék meg a harmadik családot, akit most itt közöttünk, a nagymama és a kislány képvisel. Az édesanyja Mónika, ő súlyos betegséggel küzd nap, mint nap. Gyermekkorától kezdve cukorbeteg, ennek következménye lett, hogy felnőttként már vese és hasnyálmirigy transzplantáción esett át, és mai napig művese kezelésre kell járnia, ha jól tudom, ma délelőtt is épp ott volt. Ennek az eredménye, sajnos ennek a következménye, hogy ő nem lehet itt. De itt van velünk egy kislány, Mirtél, akit nem másként hívtak, mint egy kis tündérként, egy kis angyalként, mert egy gyönyörű kislányról beszélünk. És a nagymama, aki állathatatos munkájával segíti a család életét, hogy egy pillanatra felállnak és megfordulnak. Mirtél, felállsz és megmutatod magadat a többieknek, hogy rólatok van szó? Hogy ők azok. Köszönjük szépen! Mirtél, már önmag köszönjük szépen, egy csoda a család életében, hiszen örökbe fogadták őt jó néhány évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy egyik oldalról egy nagy csoda érkezett. Aztán most megjött a nehézség, és az édesanyja egyedül maradt vele, illetve a nagymamával, aki mindig ott van a háttérben, és önökkel, valamennyiünkkel együtt, akik azért vagyunk itt, hogy őket is segítsük. Thank you.
este legmagasztosabb pillanata, és együtt szeretnénk átadni azt az ajándékot, azt az adományt, amiért idejöttünk. Az összegyűlt támogatás összege, jelentem, itt az nagy pillanat, összesen 356.100 forint. Egy családonként... Családonként 118.200 forint támogatást jelent, és emellett további tárgyi adományok is érkeztek, amelyeket szintén szeretnénk átadni az érintett családoknak. Felkérem az első átadásra Kaszáné Nagy Zsófiát, hogy Mónika családjának hagyja át a csomagot és az összegyűlt pénzadományt. Küzd még először a nagymama, aztán átveszi a csomagokat is, természetesen. Megkérem koncertő másik fővédnökét, dr. Gábor Mártát, hogy a Porcal András családjának adját ő is az adományt, illetve az ajándékokat. Főszervezőjét, Kisné Benkő Tündét is megkérem, hogy a fias családnak adja át a adomány, illetve a tárgyi ajándékot. Thank you.
Végül szeretnék még megköszönni a jelenlevőkön kívül azoknak a szervezeteknek és vállalkozóknak a támogatását, akik rendezvényünket gazdagabbá tették. A Sió TV-nek, a Sió Fogportálnak, a Sióport.hu-nak, Szuperinfónak, Siófoki Híreknek, az Advent videónak, ahol megjelentett a hangverseny hirdetése, az Advent kiadónak, a Parakeitos kiadónak, Bibliai iskolák közössége és az evangéliumi kiadóknak, a Kodolányi János főiskolának és a Balaton-Lellei zeneiskolának, a Florence Virágboltnak és a Filléres Boltnak, a Tesco Globál Áruháznak, a Rab Zöldség és Gyümölcskereskedésnek, a Turinform Irodának, a Kálmán Imre Kulturális Központnak, ahol árulni lehetett a támogató jegyeket, a Nyitott Szemmel két havi magazinnak, amit meg is lehetett rendelni, ha elnyerte tetszésüket, a Vaján Sütödének, a Marci és az Olasz Pékségnek, a Gasztro 11 Kft-nek, a Kornélia étteremnek, a Régi Lámpabolt Kft-nek, a Hitler Festékboltnak, a Sió Lilo Kft-nek, az Adrának, az Adventista Fejlesztési és Segélyalapítványnak és a Budapest 18. kerületi Vöröskeresztnek, Komfortablaknak, Szabó Kereskedelemnek, és még nagyon szívesen sorolnám hosszan-hosszan akár holnap reggelig az összes támogatót, mert ez mind azt jelenti, hogy önök, illetve együtt, közösen képesek az összefogásra, amit én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb üzenet, amit haza lehet vinni így karácsony alkalmából. Ez az este azzal a dallal kezdődött, a kórus azt énekelte itt, hogy nem vagyunk egyedül. Többfajta értelmezést kaptunk ennek, hogy miért nem vagyunk egyedül. Iránymutatást, segítséget, támogatást, együttlétet. Én köszönöm, hogy itt lehettem ma önökkel, és láthattam ezt a gyönyörű civil összefogást. Gratulálok mindannyiuknak, minden egyes részlevőnek. Boldog karácsony ünnepeket mindannyiuknak. Köszönjük szépen!